Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis House Flipper-t, folytassuk a játékot. Megbízásokat fogunk most csinálni, úgyhogy most azt gépiesen reméljük, hogy ebben a videóban jó sok megbízás, ez az irodám egyébként, úgyhogy ezt imádom. Most jó sok megbízást fogunk csinálni, ezt gyorsan bezárjuk. Ugye láthattátok így a... Hát nem sok minden van az előszobában, de hát az előszoba az már csak ilyen. Menjünk a laptophoz. Ide raktam a laptopot. Na nézzük. 6 megbízást látok. Gicsház, az majd később. Felújítandó ház, az jó sok lehet. Ez jó lesz. Megbízás garázs kitakarításához. Az már lehet, hogy volt. De nézzük. Vettem egy új autót. A régit a külvárosban hagynám a garázsomban, csak hogy tele van szeméttel. Nem tudom, hogy be tudok-e egyáltalán állni vele. Egyszer ki kell pucolnom ezt a szemétdombot. És most jött el az ideje. Ha emellett még le is mossátok az ott álló kocsit, extrát is fizetek. Ó, na hát! Gál. Maxim. Jó, hát na nézzük. Na, hát ez lenne a garázs. Ez jó nagy garázs. Az egész a garázs. Itt a belép. Jéz. Ez jó nagy garázs. Úgy látom, hogy ház nincs. Hogy mekkorát ugrottak a... Ne nézzük. Először a szemeteket összeszedjük, ugyebár. Hogy legyen nagy hely. És persze kitakarítjuk majd a... Hát mindent, megpróbáljuk kimaxolni ezt a megbízást. Kell hely, kell a hely. Ezeket majd így. Akkor csak ez a kettő maradni. Ez, aha. Igen. Mennyi szemét van itt. Az igen. Na. Ez itt mi? Ne is nézzünk be. Hopp, ott repült egy eszköz. Az igen. Jó. Itt aztán van mit takarítani. Éha. Jé, figyelite? Nézzétek! Szellem van a házba. Ugye ezt vettétek, ugye ezt fölvettétek. Hát ez jó volt. Mennyi doboz van, mik ezek? Már is. Ezt egy kicsit ide, így, úgy. Ezt meg hova állítsuk? Ide? Aha. Ide. Ez miért ilyen? Figyelitek? Hova lett? Ez eltűnt. Na mindegy. Furcsa dolgok történnek ebben a... Hova lett a gerebje? Jó. Valahol ott a föld alá ment. Jó. Na, akkor takarítsunk.
Igen, furcsa dolgok történnek itt. Olyanok, hogy mozgó szemetes zsákok, ugye? Hát ez muszáj, ugye? Szépen kitakarítjuk még a mindent. Ami mozdítható, azt mindent kitakarítunk. Szerintetek hova tűnt az a... Ó, ez az jó. Megvan. És... Mossam le majd az ablakot. Jó, oké, az meg lesz. Ezt az ablakot így most lemosom. Ez az. De még mindig kérdéses, hogy hova tűnt az a gerebje, értitek, ami ott a földön volt. Leraktam, és így, mintha a föld így beszívta volna magába. De azok a mozgó szemetes zsákok, az csúcs volt. Hát ez... Nem is hittem, hogy van ilyen a játékban, de hát ez van. Na. Hol van még? Valahol van még itt. Ah, megvan. És nézzétek meg, hogy az eszközök hol vannak? Hol vannak az eszközök? Ez elég érdekes. De még mindig nem találom, ami így a földbe süllyedt eszköz. Hú, kinyit. Mit nyitok ki? Ja, aha. Inkább bezárjuk. Jó, még ott vannak itt. Elég rendesen kosz. Na, egy ablak megvan. Fenyeződés. Hol van? Ja, aha. Itt vannak még a szennyeződések, így a... Ja. Hogyni. Na, menjünk. Hol van még? Még egy kis helyen, valahol van még szennyeződés. Hiha. Szemét. Hol van itt szemét? Ez tárgy. Ez is tárgy. Hűha. Ez lenne a kép. Koszos. Vagy. Vagy itt. Ez a rész. Vagy az ajtó. Na mindegy. Ezt így ide rakjuk. Ezt meg fölé rakjuk így. Jó. Nem tudom, hogy még hol lehet. Most az a 3% meg a 2%, hogy hol lehet? Ugye, lehet az is, hogy... Itt extra... Vagáns autó. Na, akkor nézzünk be ide.
Ez nem semmi. Na, hát akkor nézzük. Szemét. Hogy repülnek ezek a ládák? Azt a mindenit. Na. Hopp, ott van egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Ez. Szemét 87%-ban. Hát ez érdekes. Nagyon-nagyon érdekes. Akkor most takarítsuk ezt a szörnyűséget. Hogyni. És akkor így mindent. Már szépen haladunk, de lehet, hogy 1-2%. Sajnos nem lesz meg teljesen 100%-osan, de azért már így is túlszárnyaltuk a dolgokat. Milyen, nézzétek meg, hogy 94%. Ez már megint. Aha. 99%? Na most ne szórakozz. Jéha. Aha. Itt van egy láda. És van még valami? Nem? Ezeket rendezzük. Ah, ott van. Haha. De még lehetnek szemetek. Hol vannak még szemetek? Nézzétek meg. Nem látok semmit. Nem látok semmit. Ezek a dobozok meg már nincsenek ott valahol. És hol van az a 1% szennyeződés. Most komolyan. Hely. Mindegy. Takarítsuk. Ő nem így, hanem így fogjuk. Jó, majd csak így, így. Jó, ez megvan. Ezt a fűrészt, ezt ide helyezzük. Szépen, rendben legyen minden. Ezt is így. Katonás rend legyen, ahogy én szoktam. Így. Jó. Na most vannak itt dobozok. A dobozokat ide kellene rakni. Ide. Így. Ott mi? Nem tudok hozzáférni. Mindegy. Így. Jó. Ne, menj. Na várjál, Google-ász. Nem oda. Oda. Így van. Jó. Na, hát akkor oda alulra tesszük a narancssárga dobozokat. Ugyebár? Így. És ezt is oda. És mi van akkor, hogyha így teszem? Aha, ez így jó lesz. A zöldeket pedig ide kellene. Ez meg mit keresik? Ez megy ide. Na, próbáljuk így rendezni a dolgokat.
Ez a lapát, ez szerintem ide kellene, hogy legyen. Így. Tökéletes. Jó, itt még vannak ilyen... Ezeket nem tudom innen. Nem tudom. Ez érdekes. Jó. Így. Jó, megvan. Itt még, hogy mindegyik szinten más és más. Ezt így ide rakom. Mit szoktok hozzá? Harapófogó. Ezt ide helyezem. Csavarhúzó. Na ide. Kulcs. Szerintem ide rakjuk. Jó, itt van itt minden. Hűha. Fűfavirág. Így. Kalapács. A kalapács az lehet itt. És... Állítsd át a kapcsolót? Ja, hogy ez... Jó, oké. De ezt nem tudom innen. Nem tudom. Hát ott az a két láda, az jó el van. És akkor ezeket még így ide rakjuk. Egy kerék, két kerék, de azért nézzétek meg, azért a bevétel a szép, nem is hinné az ember. Úgy. Jó. Azért még, hát ha találok valamit. Na, még gyorsan tisztítsuk le ezt az ablakot. És ez lesz az utolsó, és meg is lesz így minden. Lehet, hogy nem teljes, de hát ez van. És ezután még egy megbízást csinálunk, vagy lehet, hogy még kettőt ezután. Na, úgyhogy ez a garázsos, ez meg volt. Szépen ablak tisztításban remekelek. Elek, remekelek. Hogyni. Ezt így meg is van. Jó, hát majdnem kimaxoltuk. Úgyhogy ezt így Enter gombbal megcsináljuk, befejeztem, és kaptam egy több mint 1 millió forintot. Tök jó, budi. Na, akkor nézzük a következő megbízást. Juhú! Na nézzük. Fürdőszoba is. Még egy fürdőszoba, aha. Nem értek a felújításhoz, segítségre van szükségem. Hú, ez elég nagynak néz ki. Ki a kitandó bunker? Próbáljuk meg a bunkerest? Így is, úgy is. Na, szükségem van egy bunkerre. Tök jó. Oké. Hát akkor nézzük. Ki kell alakítanunk egy bunkert? Na, itt van egy házikó. Gondozott kerttel, úgy látom. És akkor nézzünk be.
Igen. Ez itt micsoda? Ja, ez fürdőszoba. Jó. Ez meg micsoda? Itt a garázs. Nagyon menő. A hálószoba, igen. És a bunker. Bunkert keresel? Aha! Itt van a bunker. Ó-ha. Na. Nem tudok. Na, azért. Na, hát itt ezt a koszt innen megszüntetem, ha nem gond. A szennyeződést így szépen rendbe teszem. Úgyhogy ez meg is van. Aha. Kinyit. Becsuk. Na. Itt úgy látom, hogy van szennyeződés. De először szerintem a szemetet kellene innen. Jézusom. Micsoda kuplerájos. Ó, mennyi csótány van, most látom. Ajja. Itt van minden. Palackok, minden. Szerintem porszívózzuk föl a borzalmakat. Na. Jön a félelem. Ura! Ez az. Mennyi csótány. Ne egyetek most. Ma a látvány már most borzalmas. És emlékszem, a korábbi videókban volt olyan, amelyik nem is fért bele a porszívóba, és nem tudtam felszívni. Ez poén volt. És ugye szépen ezeket a tárgyakat majd csatarendbe állítjuk. Mindenképpen. Húha. Az igen. Hűha. Na. Elpusztítottuk a csótányokat. Jupi! Na, akkor most takarítsunk. Mindent. Szépen. A legnagyobb szennyeződés adagokat. Mik ezek itt? Jézus. Ez meg mi? Ja. Ott alatta mi az? Ja. Kell, ez sem kell. Mik ezek a ládák? Nem kellenek ezek. Na, hát a... Aha, a falnál is vannak szennyeződések azért. Akadhatnak, ugye? Úgyhogy szépen így megyünk körbe-körbe. Karikába. Hopp. Széket átugrottuk. Jó, itt mi van? Aha. Ja, ez lesz a zuhanyzó, mi? Hűha, kemény. Na, szeret fel az eszközt. Oké. Na nézzük. Aha. Na, és akkor ehhez... Először így megnézem, hogy... Ott a WC. Aha, ez lesz a zuhanyzó.
Ugye három szerelvényt kell, gondolom, az egyik a zuhanyzó, a másik WC és ez a mosdóé. Na, hát akkor vásároljunk. Ó, közben a takarítás. Minden szennyeződés látsz a minimappen. Ez egy nagyon jó ötlet. Na, hogy mindent szeretnék látni. Na, és akkor menjünk a fürdőszobába. Először vegyük meg ezt a WC-t. Ez ilyen normál WC. Na. Igen. E betű. Becsavarozzuk. Két oldalt. Ezt így rátesszük a fedelet rá. Erre úgy a fedelet, és már egy megvan. Jó. Most jön a mosdó. Mosdó, mosdó, mosdó. Hát jó lesz egy ilyen mosdó. Nem kell ilyen extra, meg ilyen... Ez tökéletes lesz. Jó. És akkor E betűt megnyomjuk. Ez az. Rányomjuk. Rátoljuk. Ja, ezt így. Ráolni. Ez is megvan. Becsavarjuk ezt a kettőt. Rádugjuk. Rácsavarjuk. Erre is rádugjuk. Ezt rácsavarjuk. Bedugjuk. Ezt le. Ezt is. Ezt fölcsavarjuk. Ezt bedugjuk. És úgy. Ezt is becsavarjuk. Hogyni. Ez meg is van. Most jön a zuhanyzó. Ugye már? Így. Hát a zuhanyzónak ugye egy kicsit hosszadalmas az összeszerelése. Tehát ez van. Igen. Ja, először így a lábakat. Rá helyezzük így. Négy talpát. Úgy rá. És ugye rácsavarjuk, csavar. Az elvezető. Na. Nem ezt akartam. Ide. És most. Na. Úgyni. Rátesszük a lapjuk, lapot. Így van. Betekerjük ezt is, meg azt is. Ráhelyezzük. Úgy. Csavarokat. Mindkét oldalt. Megerősítjük. Most jönnek a lapok, ugye? Két csavart behúzom. Úgyni. Ez a, amivel kinyitjuk az ajtót. Ugye? Itt is. Ezt. Két oldalt ezt a két csavart szépen megcsináltuk. Jó. Még egy kallantyú. Amivel megfogjuk, és úgy azzal nyitjuk ki az ajtót tulajdonképpen. És meg is van. Itt is van két csavar, rögzítjük az ajtókat, ugyebár. Fölül is, nem csak alul, hanem fölül. És ezzel majd így kinyitjuk. Így. Nem ezt, ezt így be. Jó. És akkor ezzel így meg vagyunk. Na. Igen. Fürdőszoba megvan. Na most. Azt nem én. Helyezd el az eszközt. Áramfejlesztő. Turbina. Ó, még stukker is van, most látom. Már látok szennyeződés. Pókhálókat. Pókhálók.
Csak azért vettem észre. Nézzük csak, itt mi van. Húha. Ez megvan. Jó. Ez a csizma, ez minek van itt? Na mindegy. Jó. Akkor... Aha. Na ez volt itt a bökkenő. Jó. Oké. Ő, ez mi volt? Ja, hogy ezeket is. Az egyik termék megmozdult, figyeltétek? Azért furi, mi? Itt ezek közül le... Ó, igen, megvan, ott volt még egy. Ez jó, ez rendben van. Ez is rendben van. Igen. Mindenképpen ezek a tömbök, ezek itt legyenek. És hogy ezek a glédába álljanak, ugye be. Így. Így. Ez az. És így pont jó. Nagyjából megvan. Na most az... Ezeket a... Ott van egy láda. Most látom. Konzervek mögött. Persze, hát. Miért is ne? Útban volt. Na, a konzervek... Azok így... Egymás... Ez így... Jó... Ez is egy ilyen konzerv. Ételkonzerv. Ez jó. Van egy ilyen. Ohohoho. Jó. Ezeket szépen így egymás mögé helyezzük. Na. Ah, csinál, csinál. Ez az, hogy mi? Jó. Konzerveket, sárgákat egymás mögé kell helyeznünk. Jó, van még? Ah, van egy ilyen bödön. Jó, mennyi bödön van itt. Hát akkor a bödönök egymás mellett legyenek. Ott van egy sárga konzerv. Mit keres az itt? Szépen ide lesz téve. Van még itt egy bödön, itt egy bödön. Na, így. Ez itt egy sárga. Jó. Ez is megvan. Az is. Jó. Aha, itt is van egy zöld. Ez meg micsoda? Ez is valami konzerv lehet. Ide tesszük az ilyen nagyobb bödönöket. Csak háromféle szinttel, szintben, és egy ilyen zöld, ott egy flakon, ezt ide rakjuk mögé, na, mondom mögé, hogy itt van egy bödön, szerintem ezt ide rakom. Ez meg micsoda? Ja? Tök jó, Puni. Ezt is. Úgy.
Jó. Ezeket... Sőt, ezt ide rakom. Nézzétek. Ja, nem. Így. Jó. Van itt. Még egy ilyen. Egymás mellett. Egy konzerv. Aha, jó. Ez meg micsoda? Mustár, vagy valami. Mindegy. Aha. Hát ez meg micsoda? Ó! Hát a szemét volt. Na, hát legyen. Ezt hát csak ide tudjuk tenni, így egymás mellett. Jó helyen vannak azok. Aha. Á, ott van még konzerv. Aha, itt volt még egy ugyanolyan. Ójni. Ezt ide rakjuk. Van még egy zöld. Aha. Akkor még egy zöldet ide tudunk tenni, rakni. Óha. Aha. Nem tudjuk oda mögé rakni. Nézzük csak, várjatok. Aha, azt mögé rakni. Itt meg elé rakjuk. Így van. Ez a szekrény egy kicsit ferde, de mindegy, semmi gond. Ezt a konzervet jobb, hogyha ide rakjuk. Na. Ez az? Nem. Akkor ide. És ezt a bőrönt, ezt ide. Sőt, mögé. Így. Na, ez az. Meg lesz. Ez az. Jó. Ja, igen. Ez a konzerv, ez mit keres itt, amikor itt kellene, hogy legyen. Na, van itt egy flakon, úgy látom még egy. Ide tesszük, jó. Nincs zene. Elment a zene. Ezek szerint vége a... Na mindegy. Így, jó. Hát, jó sok konzervet tettünk el, és itt lesznek a mindenféle rágcsálnivaló. Ide egy. Vagy nem tudom, lehet, hogy ezek tészták. Aha. Ezek lehet, hogy tészták lesznek. Na mindegy. Elhelyezzük a pirosakat külön. Így. És a másikakat, ezeket ide rakjuk. Így. Kicsit úgy. Kicsit megforgatjuk. Így. Jó. Gyere te is. Hát egy kicsit beljebb, úgy. Na most. Ezt ide? Igen. Ó, tökéletes. Ez? Hát, na. Na, mi az? Furcsa. Aha. Most vette föl. Elég érdekesen helyezi el a dolgokat. Ilyetés és szövettétek. Na mindegy. Szépen ezt meg... Hát tulajdonképpen oda kellene helyeznünk, de helyette ide rakjuk. Na, hát szóval felstócoltuk a... Hoppá.
Még nem stócoltuk föl a dolgokat. Hát az meg micsoda ott? Nem is vettem észre. Aha. Ez megint egy bödön. Ödön-bödön. Ez az. Igen. És most rá tudjuk helyezni? Aha, igen. Úgyni. Jó, és itt van még egy utolsó konzerv. Amit már nem tudom, hogy hova rakjak. Nem tudjuk oda rakni. Nem. És oda mögé? Oda se. Hát akkor ide tesszük. Na, ez meg is van. Na, az lesz a kérdés, hogy húha. Hogy helyezd el az eszközt. Áramfejlesztő turbina. Ez érdekes. Nem lehet guri. Aha, ez maradjon itt. De milyen turbinát? Érdekes. Hát szerintem ezt most így hagyjuk, így is azért majdnem 2 milcsit kaszálunk. Úgyhogy akkor enter. Puff. Na, és akkor még egyet csináljunk, én szerintem. Már jó, már jól haladunk. Már 15 milcsinél is több. Egy kicsivel. Most nézzük. Már 7. Bunker. Voda. Na hát. Jézusom, milyen hosszú a szöveg. Na, üdvözlöm, néhány évig általános iskolai tanárként elég pénzt gyűjtöttem ahhoz, hogy egy olyan épületet vásároljak, amit egy szép óvodára szeretnék átalakítani. Előtte irodaként használtak, így még sokat kell rajta változtatni. Most hatalmas rendetlenség van itt. Szerintem az előző tulajdonosai nem nagyon szerettetek takarítani. Hát igen, nem szerettek takarítani, így van. Már túl késő van, és alig fogok olvasni. Kérlek, dobd ki minden régi vagy eltört tárgyat, javíts ki minden elromlott készüléket, és megfelelően szeret fel a fürdőszobát. Vidám színekkel festes gyerekeknek szánt termékeket. Termeket. Ja, igen. A gyereket imádják, jó, oké. Hát igen, akkor jó sok játékot helyezzek el mindenhova, jó, oké. Nos, a gyerekek a legtöbbet nyer, igen. Jó. Ne felejtsd el a gyerekek öltözőjét is létrehozni. Néhány fogas, polc a kedvenc ruhájuknak. Biztos vagyok benne, hogy tökéletes helyet készítesz, ahol a gyereketek
Ez egy kicsit helyesírási hiba. Hát igen, van ez így. Ahová a gyerekeket nagy örömmel fogna, vagyis gyerekek. Na jó, ezt hagyjuk ezt a szót, jó? Írjátok meg kommentbe, hogy az helyesírási hiba vagy se. Tudja, hogy ez persze, hogy ez. Na, akkor nézzük. Hűha. Óvodát kell... Hát egy irodát óvodának kell átalakítanom. Ez lehet, hogy egy kicsit nagy munka lesz, de... Hűha, mennyi feladatom lesz itt. Hát ez... Kemény lesz. Na hát, először is... Nézzük meg. Ez micsoda? A semmi. Jó, oké. Ja, igen. Az egy sörös doboz volt. Csak az elején nem láttam. Na, ez megvan. Most a szennyeződést eltakarítjuk. Hú. Végigmegyünk, és már meg is van. Helyezze el padlólapok, helyezzek el padlólapokat. Kelámi a csempe, narancs. Aha, jó. Kelámi a csempe, narancs. Na nézzük. Tárgyalás. Fizetés a megbízásért. Ez jó, ez jó. Oké. Na, üzlet. Ebből most kimegyünk a fürdőszobából, ugye? És az emeletet nézzük. Ő az van, hogy padlólap és narancs. Kerámia, csempe, narancs. Itt van, ez az, ez az. Jó. Na, akkor megveszem. Ezt így. Ops, egy kicsit túllöttem a célon. Azt hiszem. Na mindegy. Majd orvosoljuk a dolgot. Igen. Hoppá! Nem ezt akartam. Ezt akartam. Hő. Színvilágos barack és bársonyos barack. Hát gondolom, hogy festés. Hát ezek nem az én. Szín. Világos barack. A világos barack az jó lesz szerintem. Na nézzük. Ez nem. Fal. Igen, festés. Világos barack. Ez lesz az. Szerintem ebből kettőt veszek. Vagy csak? Kettőt. És fessünk egyet. Ezt meg kell csinálnunk. Így van. Azért gyújtsuk fel a lámpát. Hát, elég érdekes a lámpa kompozíció. Nem ér a semmit. Nincs fény. Pedig óvodában nagyon sok fénynek kell lenni. Cupi.
van. Úgyhogy ez lesz az utolsó megbízás ebben a videóban. Hát ez elég hosszú ideig fog tartani ez a megbízás. Lehet, hogy ez egy kicsit nagy megbízás, amit én így elfogadtam. Se baj. Majd a, ugye azt vettem észre, hogy két szobába is véletlenül ráment a csempe. Úgyhogy azt majd orvosolni fogjuk úgy, hogy ráfogjuk majd rakni egy másmilyen csempét. Na, ez meg is van. Úgyhogy szerintem akkor adjuk el ezt, meg ezt. Jó. Na akkor szerintem sorba menjünk. Menjünk ezt itt, itt így. Hűha, hát itt minden félét ki kell dobnunk, úgy látom. Aha, itt átment a... A jó kis csempe. Hűha, itt aztán folyik minden. Jó. Akkor nézzük meg a takarítást. Ott aztán folyik. Lesz ablak takarítás. Na hát, igen, ezt meg kell csinálnunk. Szépen becsavarozzuk. Ezt is így. Ez az, megvan. Most már csak föl kell a szennyeződést törölnünk, és az is megvan. Most lemossuk az ablakot. Így. És gondolom festés lesz. Azt még nem láttam, mert csak úgy gyorsítva így ránéztem a feladatokra. Ez az. Na, bújni. Jó, ez megvan. Akkor... Töröld a tárgyat. Két kell a cél, garázspolc. Akkor ezt így, jó, hát akkor töröljük. Kell egy kis pénz nekem is. Hopp, ógyni. Jó, és akkor egy szófát kell elhelyeznem. De először érett körte és napos sárga. Napos sárga. Jó, érett körte és napos sárga. Hát ez érdekes lesz. Jó, oké, akkor nézzük. Érett eper. Érett körte. Eper. Már miket mondok én már? Érett körte. Hú, de ronda ez a szint. Nem bőcs, bőcs. Igen, és a másik pedig a napos sárga. Akkor két színnel fogjuk kombinálni. Napos sárga. Aha, itt van, ez az. Úgy csináljuk, hogy ezt a részt... Menj csak! Ne, 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 ne. Legyen úgy,
hogy ezt itt befestjük életkörte színre. Majd a maradékot eladjuk. Így. Úgy. És akkor ezt a részt is. Hát, ha két szín mond, akkor legyen két szín. Ja. Megfigyelitek, hát ezek nem az én ízléseim, ugye. Nem ezt fogják tükrözni. De ez van. Megcsináltuk a radiátort is. Úgyni. Menj csak, még azért itt ezt a részt kell. És ott azt. Úgyni. Én szerintem itt már jó is. Most jön a következő. A napos sárga. Érdekes. Hoppá. Szépen lefestjük. Jó. Hát ez nem tudom, hogy ez sárga. Hát szerintem. Na mindegy. De azért van itt olyan szín, amit kértek, úgyhogy ez így megvan. És akkor ezt gyorsan adjuk, és egy szófát fogunk kell helyezni. Úgyhogy hova? Azt nem tudom. Hát ez így megmaradt, de mindegy. Jó, ez így is. Na, hát akkor az ágyaknál kell keresnem ezt a dolgot. Ez az azt jelenti, hogy a bútoroknál. Szófa, milyen szófa volt? Szófák. Hát itt van mindenféle szófa, de melyik szófa volt megírva? Szófa, grenade. Grenade. Aha, hoppá, nem észre akartam. Tabot akartam megnyomni. Grenade. Nézzük. Szófa, szófa, szófa. 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 Aha, ezt. Húha. Éj. Aj. Hát... legyen ez. A zöldhöz teljesen jó. Vagy hogy a... igen. Mindegy, megvesszük. Így. Jó. Megvan? Jó. Kis építőszekrény, cipőszekrény, aha. Cipőszekrényt helyezek el. Ja, haha, ez egy kicsit. Most vettem észre, hogy... kicsit középre tesszük, jó? Így. Így. Jó, majdnem középen van. Nincs középen. Ajajajajaj. Ez az. Így. Ez.
Az elhelyezés. Így. Mindegy, jó lesz ez így is. Na, akkor kis cipőszekrény. Na, akkor tab. Vásároljunk cipőszekrényt. Szekrények. Kis cipőszekrény. Ez lesz az. Milyen szép. Ó, ez jó lesz a zöldhöz. Tökéletes. Vagy lehet, hogy... Hát, nézzük meg így, így ezt. Jó. Kell még? Jó, várjál. Hétszer kis szekrény. Hoho, akkor... igen. Hát akkor... vegyük. Jó, így, így. Ha, jó, megvan. Jó, rá nem lehet tenni? Ha, nem. Ez poén lesz. Aha. Ide. Jézusom. Hármat. Hova a fenébe tudok hármat megírteni? Na mindegy. Akkor tudjátok mit? Aha, ezt egy kicsit meg kell így. Most jó lesz. Ugye. Mindegy. Na, hát akkor még hármat? Hát hova tegyek hármat? Most őszintén nézzétek. Az a poén benne, hogy nem lehet egymással helyezni. Értitek, miről beszélek? Most itt van 1, 2, 3, 4, 5. Hát akkor... és még 3-at kell venni. Jézusom, Mariska. Hát akkor 1, 2, 3. Két darab tábla. Éha. Most ugye a cipős izéket valahogy így kell. Jaj, túl kicsi ez a hely. Nem tudták volna úgy megcsinálni, hogy... Jézus. Ebbe a kis szutyog helyiségbe kell. Na mindegy, ide tesszük. És akkor elérik vagy sem, majd arrébb tolják. Sőt, majd csak ezt így hagyfűtse a cipőkéket. Ógyni. És legalább a konnektor az ott. Na, két tábla. De milyen tábla? Anyám. Na, nézzük.
két tábla. Gondolom rajztábla, ott az egyéb kategóriáknál van egy olyan. Talán. Hú, ez jó macerás itt ez a dolog. Nézzük a másnál. Tábla. Valamilyen tábla. De hova raknék én táblát? Itt van tábla. Kettő tábla. Hát ez nagyszerű. Hát csak ide tudok táblát helyezni. Így. Ide. És majd ráállnak a cipős. A cipő. Ezért. Igen. És itt legyen a másik. Hoppá, így. És akkor majd a gyerekek ráállnak majd úgy a cipőtároló, cipőszekrénybe. Micsoda? Horog 12? 16-ot? Jó. Gondolom, hogy mire gondol. Mire gondol, igen. Horog. Itt van. 16 horog. Ahova a kabátjaikat elhelyezhetik. Egy. Kettő. Ezért tartsuk a távolságot. Kicsit. Ez jó. Bár lehetett úgy is. Hogy így. Aha. Hát most így random szerűen, nem fogom így precízen, hát mi vagyok én? Na, és még egyet. Jó. Hú. Hát ez nem túl profi, de egyék meg, amit főztek. Na, akkor most itt. Hú, anyám. Hűha. Ez aztán érdekes lesz. Én itt mindent eladnék, de... Hopp, hogy repültek az üdítői talok, figyelitek? Hát itt lesz mit eladni. Most útban van. Na, akkor nézzük. Moson az ablakot, igen, szín. Takaríts fel a szemetet. Jó, de először minden egyes koszt. Lezsélem. A szennyeződést, ugye, azt mindenképpen meg kell, és... Na, ez megvan. Szeret fel az eszközt. De milyen eszközt? Töröld a tárgyat. Íróasztal. Oké. Én eladom. Hoppá. Én imádok törölni. Töröld a tárgyat. Négy irodaszék. Ó, örömmel. Kell a hely. Igen. Töröld a tárgyat. Irodai polé.
Poli. Ez micsoda? Gondolom ezt. Hopp, igen. Helyezd el az eszköz tábla. Majd. De még először. Micsoda? Nem szeretnék ilyen módon pénzt keresni. Nem. Ez sem. Jó. Oké. Akkor töröljük a megmaradt dolgokat. Oké. Pedig olyan jó lenne. Jobb lenne, ha nem. Jó. Oké. Akkor ezt. Hát, így nem lehet pénzt keresni. Ez van. Pedig ezek minek? Na jó, oké. Akkor szeret fel az eszközt. Milyen eszközt? Na mindegy, töröljünk ablakot. Vagyis, hogy mossunk ablakot. Igen. Legalább ez meg legyen. De sok a munka. Munka, munka. Hát ez egy jó hosszú videó lesz. Ez megvan. Ja. Ez tiszta is volt. Jó. Jó. Azt mondja a szín, tavaszi fű és nevető eper. És királykék. Hát inkább királykék legyen. Úgyhogy fessünk is neki, vagyis hogy essünk is neki. Ja. Azt mondja, hogy festék, királykék. Akkor ott a kékek, királykék itt van. Mi veszünk kettőt. Hoppá, elnézést, csuklottam. Előfordul. Na nézzük. Fessünk. Fessünk egy jót, hihi, aha, ez az. Ez még ott is. Ezt is, így. Ja, pont kimerültem, hát ez tök jó. Mindenhol királykék lesz. Úgyni. Szépen felszívjuk a dolgokat. Adagot. Ez az. Majd kíváncsi vagyok, hogy melyik eszközre gondol. Először majd a táblákat felszereljük, vagyis hogy a táblát. Táblára gondol. Ez az, így van. Hopp, ki is merült. Ez, igen, úgy. Azért haladunk, ez már a harmadik hely.
Vagy ez még csak a második? Ez még szerintem csak a második. Ja nem, harmadik. Mert ugye volt az előszoba, volt egy kis lyuk, ahova jó sok mindent bele kellett tömöríteni, nem is értem, hogy hogy lehet úgy annyi fogas meg cipő szekrényt ott elhelyezni egy olyan kis lyukba. Nem mindegy. Na, ez. Gondolom ez lesz a tanterem, vagy nem tudom, micsoda. De jó, ez így. Hát ez kiürült, úgyhogy most jön ez. És látjátok, hogy ennyi kellett a... Na mindegy. Hát akkor ezt egy eladjuk. Jó. Na, akkor a táblát helyezzük el, ahogy mondta. Ott a más menüben van. Más, igen, itt. És tábla, 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 tábla. Itt van a tábla. Jó, megveszem. És akkor hova rakjam? Hát én úgy gondoltam, hogy ide. Ide, ide. Puff. Na, helyezzen el az eszköz. Két darab gyerekasztal mam. Gyerekasztal mam néven. Na nézzük. Hát gondolom az asztaloknál van. Nyilvánvaló. Hát ugye. Asztal. Székek asztal. Asztalok. Gyerek asztalmam. Aha, kettőt. Kéket? Nem, a kékhez szerintem fehér illik. Úgyhogy kettőt fogunk elhelyezni. Ide. És ide. Ezt a puffot innen elviszem, ha nem haragszotok. Hova a fenyőbe helyezem el? A dobozok nem szabad radiátor közelébe rakni, vagy tenni, vagy helyezni. Ez az így. Jó. Egymásra ráhelyezünk. És rá a képet. És ezt a könyvet. Így, nem, nem, így, úgy. Ezt meg ide. Jó. Na, hát gondolom, hogy a... Na. De mi volt ez? Na azért, valami elállítódott, de mindegy, most már megvan. Na, akkor helyezzen el 8 gyerek széket. Aha, jó, oké. Akkor gondolom, hogy mit akar... Hogy mit csináljak, hogy... Gondolom, hogy... Gyerek szék. Jó. Tabot megnyomjuk. És nézzük meg a székeknél. Székek. Gyerek szék. Ja, itt van. És ilyen, vagy ilyen, ez jó lesz. 8-at helyezünk el. Jó, oké, 1, 2, így, 3, négy. Öt. Hat. Hét.
8. Így meg lesz. Majd itt a két gyerek itt majd beszélget egymással, majd hello, haver, hogy vagy, jó vagy? Na, beépíthető vékony függöny? Gondolom a két ablakra. Ez meg... Mit keresi? Ezek útban vannak. Csak így egy kupacba teszek mindent. Bújni. Gyere te is. Oda. Gyere te doboz. Te is útban vagy. Ide felhalmozzuk itt a dolgokat. Ide. Na, hopp. Ez. Így. Gyere, te is. Pohár. Ide, és... Még egy. Pohár. De milyen értelmes így a gép, hogy nem engedi ezeket adni, hogy nehogy itt haszonra tegyünk szert. Na, akkor nézzük. Akkor függöny. Na. Hát akkor nézzük. Függöny. Ez érdekes, mert függöny még sose vettem, úgyhogy nem nagyon tudom, hogy hol lehet. Úgyhogy talán itt. Falipanel. Hát ez nem. Gipsz, azt tudom, az letteléshez való, az tökéletes. Na, azt mondja, szerintem a másnál lesz, de nem biztos. Mit is kell? Beépíthető, vékony függöny. Nézzük meg az ablakoknál, hát van ilyen függöny. Hát igen, igen. Beépíthető, vékony, rövid, vagy vékony függöny. Ez lesz az, igen, igen, igen. Ez lesz. És milyen szín? Hát szerintem... ez nagyon durva lenne, mi? Kékhez. Egyik rossz, egyik borzalmasabb, mint a másik. Hát ez legyen akkor. Na, hát már este van. Este mégis jó, ugye? Igen. És még egyet veszünk. Jó. Na. Négy szőnyeg zöld virág. Szőnyeg. Szőnyeg, szőnyeg. Szőnyeg zöld virág. Itt van. Ez az. Négyet kell. És közben besötétedett, úgyhogy egy pillanatra felgyújtom itt a lámpát. Ez lenne a világítás? Ugye, ezt csak vicceltek, ugye? Így csak vicceltek. Na ne, hogy már. Jaj, Istenem. Na mindegy. Há? Ezt még föl kell szerelnünk. Hoho, most vettem észre. Szépen befújjuk itt a falba. Hát ez így kimaradt a dologból. Fölrakjuk. Szép kis világos. De jól néz ki. Zárójelben mondtam. Mert ez nem az én ízlésem. De legalább talán lesz olyan gyerek, aki
szeretni fogja ezt a szint. Ó, ez nagyon jó, figyelitek! Úgy belepasszol a függöny a radiátorba, mint a nyű. Ó, a legjobb. Na, akkor... Nézzük akkor a szőnyegeket. Tab. Ja. Akkor nézzük. Hát először is ide teszünk egy szőnyeget. Hogy? Így. Igen. Így. Na, először ugorjunk, úgyni. Így. Ez. Igen. És akkor... Itt lesz még egy. És az utolsó pedig itt lesz. Így, egy vonalba. Jó. Hát így vannak elhelyezve, nagyjából jó. És most dupla komód mal. Dupla komód mal. Na nézzük. Komódok azok a szekrényeknél vannak. Bútorok és azon belül a szekrények. Dupla komód, mal. Dupla komód. Aha. Ez majdnem jó, csak nem venne, hanem mal. Dupla. Aha, ez lesz az. Aha. Szerintem ez jó lesz, ez a fehér szín. És akkor ezt hova? Jó. Ezt ide akkor. Ide és... Nézzük meg, hogy... Ó, ez egy kicsit ferde. Most jó lesz. Úgyni? Jó, most... Vízszintes könyvespolc venne. Könyvespolcok. A másnál lehetnek szerintem. Na nézzük. Mennyi mindent kell vennem? Minek? Íha. Pocok. Lehet, hogy így a szekrényeknél vannak, így a könyves szekrény. Pocok. Hát igen. Eszképpel nézzük csak, hogy milyen vízszintes könyvespolc venne. Aha. Hát igen, nem olyan könnyű. De miért az asztaloknál van? Nekem a szekrényeknél kell lenni. Vízszintes. Venne az van, igen, polc venne, de nekem vízszintes könyvespolc venne kell. Vízszintes könyvespolc venne, így van. Ez az. És ilyen szín lesz. Jó, és ide rakjuk. Hogy ez földre való? Ó, persze, hogy földre való. Hát hova máshova?
Hova rakjam? Nincs helyem. Pont ott kellene lenni, ahol... Ajajaj. Nézzük csak meg, hogyha ezt egy kicsit ide tesszük. Ez... Nem tudom, hogy miért, de az az érzésem, hogy ez egy kicsit túl tömegnyomor lett tulajdonképpen. Ez az. Ez az. Meg lesz, Udi, ez az. Gyere te is, ide. Udi. Ez az. Húha. Jó. Hát nem fogjuk befejezni, úgy látom. Időre. Ide. Hopp. Ide. Na. Labda. Milyen kívánságai vannak? Nem semmi. Labda. Foci labdát kell keresnünk. Labda, itt van. Nézzük meg, hogy... legyen itt. Hajtogatható doboz. Igen. Hajtogatható doboz 4-et. Hajtogatható doboz. Itt van mindenféle doboz, csak hajtogatható a doboz nincs. Aha. Jó. És minden egyes tárgyat így meg kell néznem. Ez... Tök jó, buli. De... igen, ez kockák, nem? Hajtogatható. Doboz. Jézus. Kati doboz, az már van. Hajtogatható doboz, na, itt van. Iha, ez borzalmasan néz ki. Nem lehetne valami más szint? Ejj. Hát ez még talán jobb, de ez a szín. Na jó, ez így lesz. És akkor 4-et kell ebből. Ugye? Aha, igen. Ebbe tárolják, gondolom, a sok jó dolgot. 1-et. Oda még 1-et. Aha, ide. Jó. Ja, hogy el kellett volna forgatnom. Jó. Gondoltam. Ó, ez a hajtogathatós. Jaj, meg kell forgatnom egy kicsit. A dolgot. Hogyni. Ez így jó, és még egyet veszek belőle. És azt szerintem ide rakjuk. Ide helyezzük. Így. Jó, így. Puff. Na, már megint mit kér? Szamarak. Aj, szamarak. De figyelitek, 96%-ban még nincs lefestve a szoba. Aha, jó.
Jó, hogy eladtam akkor a festékeket. Na mindegy, az marad úgy, ahogy van. Hi, azt a mindenit. Ajaj. Szerintem most ezeket a... De milyen eszköz kell felszerelnem? Az a másik, ugye? Biztos valami dugaj. Mennyi dugaj van itt? Jó. Hát ez a lámpa, ez nem ér semmit. De milyen eszköz kell felszerelnem? Na mindegy, szerintem hagyjuk. Menjünk tovább, mert itt aztán nem fogunk haladni semmit. Nem vagyok ilyen most így. Akkor nézzük meg ezt. Hűha. Ez lenne a konyha. Na itt legalább jobb a világítás. Igen. Na, hát akkor... Üssegül. Üdítős palackokat ezt így. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Ez az... Ez olyan, mint a... Mi is mondják? Céllövölde. Jó sok pizzát tehettek itt az emberek. Na, szépen így. Kitakarítjuk így a konyhát. Húha. Minden csupa, macsok. És csótány, foly. Mit keresnek itt ezek a csótányok? Na majd én itt felporszívózom őket. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Jó. Uho. Hát még itt a falon is vannak, de akkorák, mint a ló. Hát, mi ez itt? És... Na, ez is megvan. Még sincs este. Na, helyezz el a padlólapokat, kerámia csempe zöld. Kerámia csempe zöld. Ó, ez pont jó, mert itt úgyis véletlenül csináltam egy. Kerámia csempe zöld. Na, nézzük. Ezeket a játékokat majd később, majd... Vagy lehet, hogy azokat ki is hagyom. Na, emelet. Padlólapok. Kerámia zöld. Kerámia csempe zöld. Ez kell nekünk. Így van. Na, nézzük. Szerintem ezt így. Így. Jó. Így. Na. Ez meg is van. Hát azért ezt is így. Jó. Most helyezel a falburkolatot kerámia csempe zöld és kerámia csempe szürke tér. Hát akkor... Ezt így végig? Oké. Először lemosom az ablakot. Bocsika. Rossz volt ránézni erre az egy darab ablakra. Ujjni. Hát, ezt lehet, hogy következő videóban fogunk tudni folytatni ezt a megbízást, mert úgy látszik, hogy ez egy kicsit hosszú lett. Jézusom, és még van 20 feladat, 16 feladat? Hát ez jó. Milyen szemetet kell föltakarítani? Ezek nem szemetek. Vagy mi van itt? Vagy ez az? Nem. Vagy itt van? Ez mi? Ja, tányér. Hát igen. Igen.
Érdekes. Szemét. Hol van itt szemét? Mi? Mindent eltakarítottam, vagy... Én nem tudom, hogy hol van az a szemét. Na mindegy. Akkor nézzük meg a... milyen kerámia... Kerámia csempezöld. Aha. Kerámia csempezöld lesz, kész. Csak fal... fal... Na. Így fal... Fali lapok. Kerámia. Kerámia csempezöld. Itt van, ez az. Jó. És ebből szerintem egy, kettő, legyen három. És akkor legfeljebb majd a maradékot el fogjuk adni. Ja. Igen. Úgy, puff. Ez jó zöld lesz. Nem is hinné az embernek. Jó. Zöld. Tökéletes. Hú. De rossz nézni. Na mindegy. Jó ez. Hát... Nekem nem az én ízlésem, de... Na, mi az? Nem rakta föl. Nem hagytam így, hogy kiteljesedjen a dolog. Újni. Ez. Újni. Hát ez jó sokáig tart. Hoppá, majdnem ráraktam a... Most úgy egybeolvad ez a... dolog. Padlólappal, hogy nem tudom, hogy az most elfogyott, vagy nem fogyott el. Most fogyott el. Puff. Na. Szépen van. Hogy? Ez az. Megy ez. Már 2 millió a bevétel. Nem semmi. Jó, azért vettünk pár dolgot. Vásároltunk. Mindenféle szöszmözt. És látom, hogy kezd a nap feljönni. Ami az nagyszerű dolog. És ezután itt kezdjük el folytatni. Igen. Szerintem először ezt az. Bár tök mindegy. Mellényeltem. Hú! Nem... Na, hát... elnézést, mellényeltem. Valami miatt. De addig csináljuk így a munkát, szóval nincs megállás. És lehet, hogy még egy adagot kell venni. Igen. Valami megakadt a torkomon.
Ez az. Hopp. Szerintem ezt megcsináljuk, és a többit azt majd következő videóba folytatjuk, úgyhogy itt meg fogunk állni. Na. Hú, ez jó a nagy munka. Hú, ez a kölgés, ez most kikészített. Semmi gond? Robin az ezermester csinál egy óvodát. Azaz a következő videóba fogja befejezni a óvodát. Mert valahogy... Nincs több? Nincs. Jó, akkor... a aranykéz. Jó, akkor csináljuk ezt. Így van. És akkor vegyünk még egy ilyen cseppét. Ide teszem, hogy jobban lássam. Húha. Hú, ez már gyors. Az igen. Hopp. Most már tudom, hogy miért neveznek engem gyors kezűnek, villámkezűnek. Hopp. Húha. Azért elnézést kérek, hogy így köhögtem. Nem szoktam, de úgy látszik, hogy valami miatt most így. Hogy rányomja. Figyelitek? Puty! Hát már csak kettő tudok. Jó, ez megvan. Hú, de jó zöld. Ugye pont nem lesz elég, és kell vennem még egyet. És nézzétek, milyen aránytalanul csinálja, hogy mint hogyha egy oszlopot csinál, de mégiscsak egy ilyen kis fikaszt. Na jó, akkor vegyünk még egyet. Más nem tudok csinálni, és majd eladom a maradékot. Hú. Hát igen, ez most jó hosszúra sikerült, szerintem ez a második leghosszabb. Na, de megvan. De a szeméttakarítás az... Úgyhogy nem tudom. Ó, hogy? Nézzük csak meg, hogy mi van ezek mögött. Wow! Lefagytam! Hoppá! Lefagyott úgy a gép, figyeltétek? Hát itt nincs. Itt sincs. Ezt meg eladjuk szépen, mert erre már nincs szükségünk. Ez alatt nincs. Ha, nincs. Hát akkor maradjunk vissza. Jó. Akkor innen fogjuk folytatni. Azért megnézem, hogy itt mi. Anyám. Ha ez fürdőszoba lesz. Ajajajaj. És ez micsoda itt? Aha. Tudjátok mi? Még ezt a kis pindulka helyet. Ezt még gyorsan megcsinálom. Jó? Csak úgy. Ja, hogy ezek... csótányok. Fürdőszoba.
Ilyet se láttam még. Úgy látom, hogy ott hagyott mindenki valami koszt. És nem. Na. Nem éri el? Nem ér el odáig, vagy mi? Uha. Hát nem tudom. Na mindegy. Ez megvan. Mossam el az ablakot. Meg lesz. Ez ilyen kis karcsúsított ablak. Gyorsan ezt így. Uf. Jó, ez megvan. És szeret fel az eszközt. Aha. Ja, aha. Ez a... Hogy mondják? Majd... A törölköző szállító. Ja. Ő az a berendezéseknél van. És itt ez. És szépen felszereljük. Az azt jelenti, hogy itt becsavarjuk. Ezt így rátesszük, kupakot beszéljük, becsavarjuk, ez így. Aha, ezt így. Rátekerjük. Azt is. Ja, először ezt így, így fönn, lent, és meg is van. Na, akkor tulajdonképpen itt meg vagyunk. És... fürdőszobával kezdjük a holnapi videót, persze. Ezt becsukjuk. Nem, itt hagyom. Direkt itt hagyom. Úgyhogy... fölmenü. Most kimegyünk játékból. És remélem tetszett nektek így ez a videó. Ugye most sorban folyamatosan megbízásokat csinálunk, és hát elég sokáig megpróbáljuk, és akkor lehet, hogy majd egy ilyen 20 millió fölötti lakást fogunk majd felújítani, ami nem lesz kis munka, úgyhogy mindenképpen remélhetőleg az ezutáni videó is megbízásokkal fog telni, nagyobbakkal, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit hosszabb videókra kell számolni mostantól. Igen, mostantól. Na, hogyha tetszett így a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!